Tényleg azt érzi az ember, mint hogyha Hollywoodban lenne. Nem könnyű a helyzet. Ezt előre elárulhatom. Huszon harmadik, 24. napnál vagyunk, és én egyáltalán nem vagyok fáradt. Tehát azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz. Annyira tuningol és annyira doppingol a történet és azok az akciók, vagy azok a cselekmények, amik nekem meg kell tenni nap mint nap színészként, hogy mint hogyha tegnap előtt kezdtük volna. Ami a legnagyobb öröm, hogy a hölgy mindezt, hála Istennek, jó emberi módon szépen van megírva, és ezt reményeim szerint úgy is tudjuk majd játszani. De ahogy látom, a forgatás afelé megy, bár az én jeleneteim majd ezután jönnek, a többiek már jobban benne vannak, én most kapcsolódtam be. Én a film női főszerepét játszom, Clara von Oettingen. Ő egy arisztokrata lány, akinek az apja Otto von Oettingen, és a főszereplő ős ellenségek, és ahogy ez lenni szokott, a főszereplő és Clara von Oettingen közt viharos szerelem szövődik. Ő egy nagyon felvilágosult, emancipált, tanult, határozott lány, időnként tele bizonytalansággal és sérülésekkel, meg elgyengülésekkel. Százalékban vagy 80%-ban én csinálom azokat a dolgokat, amit általában a kaszkadőrök szoktak, vagy ha valaki fél alótól leszáll és annak a kaszkadőrt csinálja. Én egy férfias kihívásnak gondoltam, hogy én magam lovagoljam be, én magam rodeozzak mindent, amit lehet azt én, ami a józanész határain belül, mert azért leesik az ember, 2 milliárdért egy kicsit drága. Úgyhogy vigyázni kell, és a producer azért egyszer nem szólt, hogy még egyszer ne. Tehát, hogy amit lehet, csak annyit, amennyit kell. Hát persze az emberben van annyi vagányság, hogy azért néha túllépi a határokat, de szeretném a moziba azt látnák, hogy a nagy elvi lovagol, nem pedig, na, már megint ott van a dublőr helyette. Minden férfi színész a 10 ujját megnyalja, egy ilyet el kell játszani. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nagy sikere lesz. Egyelőre minden megvan adva ahhoz, hogy ez megtörténjen.